Jó van. Stormvélezzünk egy kicsit. Ha Godrickig most nem is jutunk el, de itt elhagytam korábban egy részt. Sőt, igazából többet is, amivel adós vagyok. Lent egy Crucible Knight, a egyik legjobb Crucible Incantation-t adja, azt a szarvas genyót, amikor így előre charge-olunk, és konkrétan Malenia kaliberű ellenfeleket is fel tudunk vele borítani. De így a levegőbe egy tyú, mint egy zsák szart. Illetve fölmerészkedtem a tetőre, és hát... Volt ott két olyan torony, amit így összeszámolva vagy 50 ilyen madárkalakot, és ott volt a Claw talizmán, ami az ugrós támadásokat erősíti. Beszélhetünk ezzel a fasz gosztokkal is egyébként, aki itt a halálunkat akarja lényegében. Oké, jó van, rendben, nem megyek be a főkapun. Majd ha egyébként kinyitjuk a főkaput, utána lehet majd venni tőle cuccokat. A Nefeli questnek a legvégén meg egy 20 000-ért egy Ancient Dragon Smithing Stone-t, az meg nem igazán kéne kiadni. Azt hiszem nem is nagyon tudunk tovább menni sem erre, max itt tudunk szórakozni. Mi? Ne idegesítse, hogy ez ennyi. Tuti van valami item. Ja, hát igen, ott majd a túloldalról. Oké, jó. Trinyó Lili, megint. Azt honnan szedjük föl, mindjárt megtalálom. Ja, csak most adtam a szarnak egy pofon, most kerültem egyet. De a kilátás az legalább továbbra is szép. Ezt el kell ismerni. Tényleg a level design az egyszerűen ebben a játékban továbbra is kifogástalan. Egy rossz szót nem tudok róla mondani, de tényleg. Igen, oké. Okay. Ja jó, oké, okay, itt. A Fire Grease. Ah, végül is. Tekintve, hogy van itt egy Tree Spirit alul. Mondhatni, hogy szükséges. Ilyenből megdöglenek. Nem is ezektől félek, azoktól, amelyik még tüzet is tudnak köpni. És szaros Pinocchio maszkjúból, na azok lesznek fájdalmasak. Persze az is hozható, csak egy geci. Kidobtad a kardod, mi? Nem, csak Stormhawk fedőrt. Csak! Ja igen, ezt hagytam itt el. Előfordulhat egyébként, hogy egy-egy itemet el fogok hagyni. Megesik. Nem gondolom azt, hogy egy végigjátszás attól lenne teljes, hogy minden egyes rohadt utolsó itemet is felszedsz. Pláne, hogyha valami olyan van, ami mondjuk éppen az aktuális buildembe totálisan irreleváns. Tehát igen, előfordul, előre figyelmeztetek mindenkit, hogy lehet, hogy fogok. Ott megint miért nem történt meg a második ütés? Ezt nem mindig adja be, hogy csinálom az ugrós lightot és utána vagy nem nyomom elég későn, vagy tudja a faszom, mi történik. De jó, ez itt letudva.
Na itt lesz még a fasza, amikor a Ghostok bezár minket majd egy szobába a Benny's Night-tal. Bőrpajzs. Oké. Aranyaruna. Ezeknek a fejszét is jó lenne kifarmolni egyébként. Jobban tetszik, mint az az alap Gretex. Ezeknek meg a nagy pikkelyes Misbegatteneknek. Nem dobja ki. Hú, close. Ah. Igazából ez is egy kurva jó fegyver lenne, akár egy arcane buildbe is, csak az a baj, hogy az occult scalinges fegyvert még jóval arrébb, az occult scalinges affinity-t azt jóval később tudjuk majd megtalálni a Black Wedblade Nokronban. De attól függetlenül az a karom az alapvetően azt hiszem páros, kifejezetten jó akár Dex, akár arcane buildbe, akár mixelve Dex arcane-be. Mert hogyha ilyen hibrid buildet nyomsz, akár Dex Arcane, akár Strength Arcane, akkor megcsinálhatod azt, hogy olyan fegyvereket Bloodba affinitizál, aminek alapvetően natívba, azaz a kurva anyádat, azaz Infuse nélkül is, mi a nevéje? Inkább Dex felé tendáló scalingje van, vagy ha éppen Strength Arcane-be gondolkozol, akkor Strength felé. Mondjuk van egy Greatswordod, azt ugye ha heavy-be nyomod ki, az plusz 25-ösön kap egy A-scalinget Strength-re. De alapvetően is valami B-scalingen mozog. Így bármiféle affinity nélkül. És hogyha mondjuk Bloodba infuse-od a fegyvert, vagy Poisonba, akkor az azt csinálja, hogy megtartja ezt az eredeti scalinget, és hozzáad egy minimális arcane scalinget, D-t, de cserébe a Bloodloss vagy Poison, attól függ, hogy melyiket használod, build-upja nagyon-nagyon meg fog nőni, és mivel magas az arcane-ed, ha olyan fegyvered van, aminek van arcane scalingje, és van rajta bleed, akkor ha magas az arcane-ed, akkor eléggé magas lesz a Bloodloss build-up is. Tehát például egy Greatsword-ból meg tudod azt csinálni egy Strength Arcane build-be, hogy olyan 150-es Bloodloss build-upja legyen. Az meg azért elég komoly. De remélem azért lehetett érteni. Tetű. Az ott az előtt miért nem volt backstab? Hát nem voltam eléggé mögötte. Sword Talisman. Ez mit is tud? Guard Counters. Hát nem pajzsolok igazából most, tehát nekem ez irreleváns. De lehet meg tudom mutatni, ha már van nálam pajzs, hogy mi ez a Guard Counter. Úgy. Itt lesz egy lilánvilágító item, amiért nem fogom magam törni, nem fogom felszedni, mert tudom, hogy ez egy Arteria Leaf, és olyanból rengeteget fogunk még találni. Na, de hogy ne csak a levegőbe beszéljek. Na, például ez. Na, a következő megmutatom. Ez a guard counter, megütik a guardodat, és rögtön utána nyomsz egy heavy-t. Csak most pont megszakítottak közben, de nem ez a lényeg, attól függetlenül sikerült. Tényleg egy fasz a kis mechanika, és abszolút. Na, oda nem fogunk leugrani, felülről, az egy arteria leaf.
minket inkább ez érdekel. Oh, Brickhammer. Nem rossz fegyver ez is az elején. Strike damage-et nyom. De egyébként movesetre hasonló lenne, mint az axe-ünk. Annak ellenére, hogy az axe-ünk az ugye standard damage-et tol. Na. Itt. Oh, az jó, hogy nem jött össze neki. Van más esetben, hogyha így úgy kap el, hogy előről, akkor minimálisat sebződünk, csak ha hátulról, akkor az viszont egy legit backstab. Tehát ezekkel vigyázni kell. Addig írtsuk le őket, amíg nem jelentek semmilyen szinten fenyegetést. Na, mi a csöcs van itt? Ó, a faszom, tirpák, Benish Knight. Ó, bazd meg. Ötszörös runa mennyiséget ad. Pont most fogsz megfordulni, igaz, te tetű. Nem? Jól van. Akkor eljött a... Aha! Ennyit akarsz még ütni, te tirpák? Ez komoly volt. Na ezt a liftet fogjuk majd tudni csávókám nagyon-nagyon lentről kinyitni. De előtte cserébe egy Crucible Knight-ot kell leszedni. Egyébként azt meg tudnánk csinálni hamarosan. Itt vagyunk tőle egy köpésre. Csak előtte még felszedek egy-két szart. Hüly! Nem, ha már itt vagyok, akkor előbb itt a tetőkön szórakozzunk. De jó, hogy megnyitottam a grészt. Hagyjuk. Pikpak összefarmolok 10 000-et. Nem érdekel. Felszedtük az itemet. Jó, legközelebb én azért ott át se fogok ugrani innentől kezdve. Hagyjuk. Attól függetlenül megéri feljebb menni, ugyanis itt egy elég nagy titokra jöttem itt rá. Most már akkor leszedjük őtet, felszedjük a semmit, és megyünk körbe. Mégpedig ide, az erkélyre. Menjen mellé a faszom is, igen. Én is tudok ilyet. És én jobban is csinálom, bibibi. Mi is volt itt ez a felfedezés? Azt hiszem az, hogy itt átugrottam ide. És akkor... Ah, igen, meg lesz. Itt, ide. És akkor itt be lehet jönni szórakozni ide. Stone Sword King, nagyon király. De... És az én ütésem az mégis... Oké, jó, király. Az intes build-el ez egy kicsikét másabb volt, ott már volt egy moonvélem. Oksa? Igen, ez a két ikertorony az. Ez az. Ez itt egy elég szép rejtély.
gyilkos manőver. Target lock nélkül most már. Ezekkel vigyázni kell, mert úgy rohadt nagy parasztok és szeretnek rugdosódni. És nincs elég poizod, még stunlockba is tudnak vele tartani, ami egy Commander O'Neill boss fight kellős közepén nem annyira vicces. Pár madarat is el lehet tenni lábbalul egyébként, ha gondoljátok. Klótelizmen. Hát csak egyet sikerült, nem baj. Túl hamar észlevezték. De ez itt igazából ennyi volt, itt ennyit akartam mutatni. És még annyit, hogy az azzal kezdődik, hogy itt kijövünk. De pont ezt akartam elkerülni. Mellé megy, de cserébe észrevesz. Jó, mindegy. Baszd hozzám a hordót, gyerünk, te állat. Istenem. És megint a lassú szar heal, már rég végeztem, de nem. Nem. Nem lehetsz elég gyors az ellenfélnek, el kell találnia. Teljesen érthető, nem? Na és itt kéne leugrani. Ez is abszolút érthető, hogyha sok mindenki kihagyja. Eléggé. Félre első hely ez is. Aztán itt le lehet jönni ide. Így. Így. Fasza. És itt ne szarjon be senki. Hát itt mondjuk nincs is rá semmi ok. Akkor itt. Jó. Ja, igen, igen. Jó. Storm Assault. Ó, az kurva jó! Csak kár, hogy nincsen izém. Na, ötet kéne itt leszedni. Nem hílelek, mert ha perrizek, akkor úgyis töltődik vissza a HP-m. Az hogy? Melletted voltam, te nyomorult fasz! Ugyanúgy futottam ki, mint máskor. Haladjunk, kérem. Sok a dolgunk még ma. Annyi, hogy ez nem a farkát fogja pörgetni, hanem ez... túl sokat akar majd vállalni. És le akar minket vállalni. Aha, ez túl messze. Nem, ugyanúgy farkal ez is. Akkor jó, mert ő totál más dob. Ő a Aspects of the Crucible Horn-t adja. Ha-ha! Hogy esik, köcsög? Ez amúgy egy kifejezetten jó inkantáció. Offenzív cucc, lehet charge-olni is. Nyilván holy damage-et csinál majd a fétes buildbe, majd sor kerül ennek a használatára, mindenféleképpen. És ott is van. Meg van nyitva ez a rohadt nagy shortcut. Szóval ezeket hagytam el előző végigjátszáson, meg még amúgy egy pár dolgot. Hát igazából ezt be is rakhatjuk, mert a ugrós támadásokat szeretem nyomatni.
Teljesen jogosan. Mennyibe kerül egy szintlépés? Hát, 7400. Jó, azt engedjük el. Mit tudok még ide bepattintani? Storm Assault erre a fegyverre? Kérem. Ó! Ó! Köszönöm. Na. Mit kéne még itt csinálni? Hát többek között. Itt lesz még amúgy egy a sarokban. Kis geci. Azt a risznya. Próbálkozik, hogy állunk kövekkel. Oh. Tudnánk is húzni ezt a bökőt, vagy az exet. Amúgy, mert, ja, ez is plusz 4-es. Godrichoz úgy ez a reinforce level egyébként teljesen jó. Mi? Azt a kurva, mindjárt rám szakadt az egész ház. Ilyet dörög, geci. Na mit kéne most? Mit kéne most? Ezt? Oké. Beszéljünk Rogerrel. Godwinnak a... Hogy is mondja, miért keresi? Van itt lent a kastélyban egy ilyen... Vagy Godrichot mondtam? Godwin torzult arcképével ellátott ilyen... Nem is tudom, milyen hullaszerűség a kastély alatt, de az is lehet inkább az Airtree-nek a gyökere. Csak ugye Godwinnak a bűze az ugye így terjed vele, és rengeteg helyen az ő alakját veszi fel, és ugye az nyomatja a Deadlight-ot is. Egyébként ő jókat ad. A Spinning Weapon is jó. A Glintstone Pebble-t ezt mindenféleképpen megveszük meg ezt is. Egyébként én most azon gondolkoztam, hogyha megszerezzük az Iron Wet Blade-et, én a Glintstone Pebble fogom használni. Kurva jó az a cucc. Á, megmutatod, hogy kell csinálni, igaz, mester? Hát... Mondhatni sikerült, csak nem. Bomba? Igen, ott lent, ott fogunk majd küzdeni egy 20-réti Tree Spirit-tel. Azt most le fogjuk nyomni a gyászba. Úgyhogy már ismerem a move-jait, nem egy olyan nagy kutya. Csak kicsit sok HP-je van. Meg egy faszkalap továbbra is, de... Ezzel nem sok újdonságot mondok. Nem dobott ki az exedet, mi? Nem, hát. Azt hagytam még el legutóbb, az is ezt Stone Sword ki amúgy. Hát, oda kéne egyébként a háztetőről leugrani. Ezt innen meg is tudjuk tenni. Igazából. Ó, milyen sunyi vagyok. Azt a kurva. Ez PvP-ben is úgy működik ez a move, hogyha ez a felkészítő fele betalál, akkor utána maga ez a szúró plunge is fixem. Nem gondoltam volna, hogy ezen a fegyveren is lehet használni, de hát végül is lehet vele szúrni, akkor miért ne? Teljesen jogos. Okay. Amúgy én még
Miért akartam idejönni? Ó, bazd meg. Nem, én előbb fel akartam menni a háztetőn. Legyen letudva az a Stone Sword ki és történet, de igen, ezt is itt könnyen el lehet hagyni. Itt feljössz szépen, és itt van egy létra, amit... szintén... ah, igen, itt. Szintén elég könnyen el lehet hagyni. Itt meg már csak föl kell ugrálni egyenesen, és... hoppá! Ez új. Erre én nem emlékszem, hogy csukjás Benish Knight-ok lennének valahol. Erre én kurvára nem emlékszem. Várjunk már, nézzünk már körbe egy kicsit, mi a fasz. Húha! És oda hogy lehet eljutni? Majd biztos onnan fentről, vagy nem tudom. De itt most az a lényeg, hogy itt be tudunk esni. Plunge attack-kal ki is van nyitva a shortcut. Most már biztos észrevett minket az a sok karú szemét. Egészen biztos. De... nem, mint hogyha zavarna egyébként. Kinyitom a shortcutot és leverem egyébként. Egyébként. Nem elsőre akkor. Ó, bazd meg. Faszát. Előbb a shortcutot mindenféleképpen ki akartam nyitni. Ami nem itt van. De nem is itt. Nem baj, majd csak meg lesz. Nem, itt a kutyák vannak. Mindegy, ide se tud utánam jönni. Ezt kellett volna elvileg... nem, ezt becselték volna? Itt eskü volt valami ilyen memento kiájtam, amit Roderickának oda kellett volna adni, de akkor azt lehet kiszedték a quest lányából. Igazából... jó, oké, itt van. Nyissuk meg aztán. Hallom ezt a támadást. Mondjuk nála konkrétan... hallom az ilyen ellenfeleket, geci. Csak céltalan nyomorék vagdalkozás. Most talán mögé tudok kerülni. Jó. Nehéz ezt a faszkalapot leforogni. És a legközelebbi katakombába egyébként, ahova tartani akarok, majd a Fringe Folk Heroes Grave-be, oda raknak belőle egyszerre kettőt. Fasza nem. Na oké, shortcut. De egyébként itt van az is, amit keresek. Oké. Itt fogok azt hiszem majd kiugrani lentről a Tree Spirit Fight után, de itt van az a Wet Blade, amit kerestem. Biztos, hogy itt lesz. Tökéletes. Uh-huh.
Heavy Keen Quality. Ó, mizeri, ezt is fogjuk ám használni. A 140-es crit az továbbra is a szarra algorit, majd lehet erre fogom rápakolni a Flame of the Red Mace-t. Egyébként. Na, így már. Faszák vagyunk, van 6 flaska. És akkor nézzük az Ash of War-okat. Bár ezt egyébként itt is tudnánk. Na, most már az a helyzet, kérem szépen, hogyha mondjuk rá akarom rakni mondjuk ezt a Stormblade-et, ez alapból quality is volt, most már engedni fogja a Keen meg a Heavy-t. Ez csodás. Aha, és hogyha Magic alapút akarunk, akkor az alapokat ugyanúgy engedni fogja. Ez nagyon jó. Próbálkozok ezzel a Storm Assault-tal egy kicsikét még, de utána ebből majd Glintstone Pebble lesz szépen lassan. Akkor Great Axe-nél Wild Strikes Heavy, jó, ez fasza. És hogyha például, mit tudom én, Sacred-et akarunk rakni, akkor az alapokat így is engedni fogja most már. Vagy ha Bloodos-at akarunk rakni, akkor is engedni fogja az alapokat. Egy ideig még most próbálkozok ezzel a Storm Assault-tal, de amint elérem a következő Grace-t, a Zoomen és a kutya mögött itt, utána majd szerintem váltok a Glintstone Pebble-re. Egyébként már nincs olyan sok hátra, van elég Stone Sword kiem, ó, hogy ne lenne bőven, majd a Fringe Folkhoz kell kettő, meg azt hiszem itt is lesz egy olyan kapu még, amihez kell kettő, de nem vagyok benne biztos, hogy jól emlékszem. Na akkor a dögöt itt megöltük, ugye a... Mi a faszt? A Grafted Scion-t. Itt voltak a kutyák, itt jöttünk le a Shortcut-tal, most csak gyorsan újra tervezek így fejben. Ott volt az Ironwet Blade, igen, azt néztük, király. Ó, azért még van melónk, most jutott eszembe. Még meg kéne nyitni a főkaput is, meg ott akkor már a Divine Tower felé vezető utat is, lesz ott egy kurva oroszlán is, hú, de csodálatos. Nem szeretek azokkal küzdeni. De előtte megnyitjuk majd a Grace-t, hogy ne szívjunk. Meg arra nem emlékszem, pedig nemrég használtam, hogy a Storm Assault ez vajon mennyi FP-t fogyaszt, mert csak amiatt is jobb lenne a Glintstone Pebble-re váltani, mert azt tudom, hogy rohadt keveset fogyaszt, az nagyon-nagyon egy OP cucc. Hát itt sunyiba kezdésnek kijöhetünk. Majd mindjárt lemegyünk ott, most takarítani fogok egy kicsikét itt, most magamra csődítem az összes barmot. Ó, ezek a nagy darabok jó lenne, hogyha az X-et kidobnák. Alapvetően ez a fejsze, illetve a pikkelyes Miss Begatteneknek a fejsze jobban tetszik, mint az az alap, ami nálam van. De csak azért, mert ezeknek van egy egyedi heavy atakja. A Miss Begattenes meg nem is egyszerűséggel hosszabb, jobb a range-e. De alapvetően van egy másik X, amit én mindenféleképpen meg akarok majd szerezni. Az ilyen nagy izmos csontiktól, azt hiszem Arch Strength Scaling-je van és 115-ös crit szorzója. Ezt majd Leoniába lehet, hogy kifarmolom off-kamerába. Na, megkísérlek valamit. Ó, oh, nincs olyan nagy range-e, mint gondoltam. Az a durva, hogy még csak kettőt használtunk belőle, aztán már az FP-nek a 60%-a elfogyott, ez nem túl bíztató. Ha édesapád kis faszát rúgdossad, köszönöm. Se baj. Oh, az ott egy backstab animáció volt. Na, kapogatjuk is az Excise setet. Nem mintha ezt most használnám. Oké, okay, Magic Grease, erre se nagyon lesz most szükség. Wow! Na, vigyázzál szádra, öreg! Jaj, ott az a köcsög Omen. Meg persze raktak mellé egy kutyát is, ez fontos. Ne maradjon egyedül, ráadásul egy ilyen tankosabb kutyát. Itt valaki el tudja magyarázni, hogy mi történt, backstabelni akartam. Ja, várjál, az ágyuknál lévőket egészen addig, amíg el nem engedik, addig ezeket nem lehet backstabelni, határozottan érdekes. Fingom nincs, hogy miért egyébként. Ide hogy a rákba tudok fentre jutni?
Ó, a nagyot kellett volna backstabelni. Ohó! Egész ígéretes ez a cucc, de én igazából arra vagyok kíváncsi, hogy mennyire lehet vele jól poiszt törni. Majd az Omen-en letesztelem, elvégre még van egy flaskám, aztán lassan már a Grace-nél vagyunk. Ja, szerintem azt csinálom, hogy most megyek előre, mert még ott is van egy irány, amerre lehet menni lefele, de... Itt van a közelben a Grace, igazából csak azt a patkány Omen-t kell leszedni, meg a kutyát mellőle. Ezt meg talán Kukrival tudom is csalogatni. Ja, és... plusz egy indok, hogy jump attack-ot használjuk, ugyanis megszereztük a Claw Talismant nemrég. Egy eléggé félre első részről. Legacy dungeonökből egyébként nem nagyon tervezek kivágni semmit a végigjátszásnak, attól függetlenül ezek a részek legnagy fókuszpontja, ennyi, hogy a nyíltvilágos dungeonökre. Ott nem gondolom, hogy... Na. Ó, bassza meg a... Ezt nem így akartam! Neki is elég furán működik ez azért a... Aha! Azért van ennek is stance damage-e, és hyper armorja is. Ez kifejezetten jó. Ezeket egyébként talán még Perivel lenne a legérdemesebb megszakítani, mert eléggé vadállatok, tényleg nagyon-nagyon, ha egyszer beindulnak, geci, gusztustalan kombóik vannak, különösen lent a Lindell Catacombs-ban, amikor megkapják a Morgoth-féle sárgás-feketés ómenlángos szuperbuffot, hát az valami gusztustalan. Utálom az ómeneket. Prophecy Painting, ez is valahol... Valahol Limgrave-be lesz ez is, vagy Weeping Peninsula. Abszolút, azt tudom elképzelni. Na, arra kéne majd tovább menni. A Glintstone Pebble egyébként jó lenne a madárkák ellen is, bár csalóka a range-e, csak azért, mert lősz egy ilyen kis Glintstone követ, és abból csinálsz egy heavy attackot, nem fog azért elérni mindenhova. Ide is majd lemegyünk, itt lesz a Tree Spirit. De most ezt nyissuk meg. Említettem, hogy utálom a patkányokat is. Van azért hasztuk, mert tudnak dobni Rune Arkot is. Azt nem tudom, hogy milyen eséllyel, gondolom ilyen 2% vagy gyász tudja. Hoppá. Ide egy. Igen, itt már nem emlékszem, hogy mik vannak a ládába. Gutslayer Seal. Ó! Oh! Az ilyen Black Flame-es inkantációkat boostolja. Fura egyébként, hogy ezt ilyen korán meg lehet itt találni. Eléggé egy érdekes döntés, meg gondolom. Itt a halálon kívül... Ohó! Sosem áztam itt föl. Legalábbis nem sűrűn, nem rémlik most itt ez a rész. Várjunk már, talán most jutunk el arra a részre, amit keresek. Nem lenne rossz. Húboly! Húboly! Benizsnájtok! Azt a geci, hát ez... Na, azonnal! Üssé, ma... Ez valami Dragon kultista cuccot nyomott. Ezek a csukjások veszélyesek, nem is értem, hogy ezek mit keresnek itt. Meg is kaptuk a Hellbird-jüket, mondjuk ezt nem állok neki power-upolni, ugyanis majd ha Weeping Peninsula-i hölgyikének, akinek itt megkaptuk a levelét,
Irinának, valahol itt van. Vagy már lehet azért nem jelzi a térkép, mert már meg is halt. Neki az apja majd beinvéd el minket. Akkor kapunk majd szintén egy Benignite Halberdet, viszont plusz 8-ra kihúzva. Tehát ha esetleg kaptok egy ilyen fegyvert, akkor ne. Kezdjétek el. Oho! Á! Most van esélyünk ezeket a fenti ballisztákat is kicsipkézni. Aha, meg mehetünk még feljebb. Jó, oké. Na, ez például egy újabb cucc volt. Valahogy feljutottam már egyszer ide, mármint ezekre az ilyen fenti pallós részekre, de ilyen tűzokádó Benignite nekem rohadtul nem rém lett. Egyáltalán nem. És akkor még... Ilyen szempontból jó újra is újra játszani a játékot, hogy tényleg mindig van valami apróság, amit tanulni fogsz, de... Szerintem úgy az igazi, hogyha időnként kezdesz új karaktert is. Abszolút nincsen benne a motiváció továbbra se, hogy menjek el NG plusz 7-ig. Vagy hogy a meglévő OP karaktert vigyem tovább. Oké, itt a háztetőn tudunk keménykedni, de... Az a baj, hogy fogytán vannak a készleteim. Leginkább Ash of War ügyileg. Ezt nem kellett volna. Bassza meg az Isten. Miért nem csinálod a heavy-t? Geci, a faszom ki van ezzel a játékkal tényleg, hogy néha úgy leszarja az inputjaimat, mint a picsa. De tényleg. Nyomom izomból azt a kurva heavy-t, azt nem történik semmi. Faszom. És nem tudom, hogy egyáltalán mi a tök bolondítja meg a játékot ilyen téren. Mert ez 98%-ban a Dark 3-ra épül. Ott van az input kezelés, vagy az eltárolt rollnak az esete. Tényleg, ilyen az előttben nem volt is. Mondom, 98%-ban a Dark 3-ra épül a játék. Ha ott jól működtek ezek, akkor azt magyarázza meg nekem valaki, hogy itt hogy a picsába működik szarabbul, amikor konkrétan csak annyi dolguk volt, hogy azt a kódot átemelték és építettek rá. Ez egyszerűen nem fér a fejembe, vagy az bolondítja meg az egészet, hogy pár Sekiro-s feature-t is belepixeltek. Ez esetben lehet nem ártott volna egy kicsikét körüllátóbban tesztelni, vagy nem tudom. Nem elég, hogy a lövedék is hanyat tud lökni, hanem még ugye robban is egyet. Egy! Kurva nagyot vagy, ezek a hordók voltak. Ez nem tudom, hogy mennyire volt. Okos dolog. Én ugye persze nem tudom használni a ballisztákat. Neked ott nincs ballisztát, kisköcsög. Tak, tak, halott vagy, kösz. Arbaleszt. Mint hogyha használnék crossbow-t. De jó tudni, hogy ez is itt van. Oké, kösz, tudom, hogy... Ja, dobálni tudsz, értem. Hogy te még azt hiszed, vagy valaki. Jól van, semmi baj. Sokan hitték már ezt. Akkor most az oroszlán mellett elszaladunk, kinyitjuk az ottani grészt. Aztán... Hát... Sikerülhetett volna rosszabbul is. Azaz, akadjak el. HP-t tudunk visszatölteni, csak FP-t nem, vagy MP-t. Gyilkos manőver. Ezek nekem olyan reflexeik vannak, mint a kurva élet. Ide nem jön utánunk mondjuk. Sőt, igazából azt mondom, hogy... Menj csak itt vajon? Nem tudom. Hát szerintem nem. Le tudom szedni ezt a pondrót esofor nélkül is. Vagy na jó, úgy is fogunk még találni, megmutatom, hogy ez mit tud. Lassan regenerálja az FP-nket, vagy MP-nket.
FP. De kurva sokáig tart. Na, gyere ide, te faszopu. Ott megint mi a faszomért nem támadok? Nem értem néha tényleg, hogy mi a here történik az inputommal. Gyűlölöm ezt a redvás patkány ellenfelet. Kezdem már kurvára unni azt a templétet, hogy valami nagy darab állat, és akkor adjunk a szájába vagy a karjára egy kardot. Kurvára, de unalmas. Sifnél még egyszer jó volt, de ne a 11 évvel korábbi cuccokat hozzuk már vissza non-stop. Geci. Az ilyen beast alapú ellenfelek közül ezek meg azok a kurva vörös farkasok, geci. Az a legalja az egésznek. Soha véget nem érő kombó, és persze a kombó végén arrébb megyünk. Tökéletesen nem. Tehát már az oldalába vagyok, és ott is sebez a semmi, megint. Rohadtul unom ezt a mocskot kurvára. Ott is nem is tudom egyébként, hogy mégis mi a redvás faszom talál el. Ott... ráesett egy fa? Vagy... mi a fasz? Na, kotródjál innen a jó büdös kurva anyádat, szar. Nem is érte meg. Az egyetlen pozitívum ezzel kapcsolatban, hogy nem termelődik újra. Gyűlölöm ezeket az ellenfeleket. Tényleg nem tudom, hogy az ilyen alapúak közül ez, vagy az a szarházi vörös farkasa a csicskám. Az is egy nyomorék, azt is bazzeg a keleténél többször használják újra. Egy olcsó szaros szívkopi, aminek még adtunk magicet is, nagyon innovatív, tudom. Kivéve, hogy nem. Megy a rugdosódás. Semmi gond egyébként, ez nem eredményezett olyan nagyon szar helyzetet. Annyi, hogy itt lent a főkapuig most akkor leírtunk mindenkit. A ballisztásokat el tudjuk még kenni egyébként innen is. Aha, igen. Na úgy kéne itt mozogni most, hogy... legalább nem robbanós nyilak. Menj az utamból, köszönöm. És most akkor dupla munkát végzek. De nincsen már sok hátra a kastélyból egyáltalán. Na, hogy te hagytam valamit. Kő. Azt a fenti csírát nem tudom, hogy kapom el mondjuk. Gondoltam volna, hogy ez ennyire jó sebb, azon mindjárt megnézem a... mindjárt megnézem a kukrinak a scalingét. Ha jól emlékszem, ez dexes. A strength dexes. Hát akkor meg lehet érteni, hogy... miért? Nem számítottam rá, hogy... de igazából, tekintve, hogy ez ilyen lassabb dobótör, gondolhattam volna rá. Hogy ennyi sebez, na, meglepett egy kicsit. Tanya Stice, azt hiszem. Ja, megvan, hogy...
történt most egy érdekes dolog, nem tudom, hogy észrevettétek-e. Mielőtt meghaltunk, akkor is körülbelül, még az első oroszlán fight előtt is körülbelül ilyen 11.000-12.000 rúnánk volt. Utána meg azért most szedtünk le egy csomó mindenkit. Ha meghalunk, ez az itteni kis köcsög, aki egyébként ránk zárta az ajtót korábban, lenyúl egy adagot a rúnánkból. Meg el lehet őt kapni egy-két helyen így a kastélyba, hogy követ minket. Szintén ilyen sejtelmes tanácsokkal, hogy vigyázzál a bőrödre, nem lenne jó, hogyha elkapnának. Most már elvégre lehet tőle venni pár szart is. Esetleg aki perizni akar, a Bucklerre ruházzon be, a Buckler Perry az kurva jó. De amúgy most egyelőre. Meg hogyha valaki Fistweaponnel akar játszani, akkor az meg a Cestus meg tudja venni, de amúgy igazából semmi extra. Na. Ezzel itt megvagyunk, hogyha Godricnak a rúnája megvan, akkor majd jöhetünk is ide azonnal. A Leafside Chamber. Geci Hyper Armor. Nem, egyszerűen ezután a Storm Assault után, hiába nyomom a heavy-t, a karakterem nem csinál semmit, mondjuk sejtem, hogy miért. Lehet az a baj, hogy hosszú a recovery-e nagyon a Storm Assault-nak. És később kéne nyomni a heavy-t, lehet azért nem múkodik. Szerencse, hogy messzire elér Heavy Thrusting Sword ugrásból is. Nem is gondoltam volna, hogy a madarak ellen ez egy ennyire jó counter lesz, tényleg nem. Az óriást majd ezen az úton kéne csalogatni. Az ott hogy ment mellé? Ha azt szabad kérdeznem, tényleg érdekelne. Ó, itt még egy baltás nagy darab. Az a fejsze igazán kieshetne, bár az ilyen fegyverekre valami 2% a base drop rate 10-es arcane-nel, szóval nem fűzök hozzá sok reményeket. De majd azt az Executioner Great Axe-et majd liurnia elején, azt mindenféleképpen ki akarunk farmolni. Az amúgy egy szép mese lesz itt, hogy az óriást majd végigcsaljuk. Na. És közben Nefelének a questje is be tud indulni. Ez igazából csak bemutatkozás, meg minden. Aztán be lehet idézni Godrichhoz, de az opcionális az nem progresszel a questjével. Majd Godric után találkozunk vele a Roundtable Holdnál. Itt van még egy Golden Seed. Golden Seeddel hogy állunk? Most nincs nálam semmi. Na, most már van, de azt hiszem már kettő kell. Huha! Gyere csak, ezt kéne itt elcsolni, máshol nem fog elférni az a helyzet. És igazából konkrétan Godricnál is vagyunk. De azt nézzük. Heavy. Nem lesz idő megszúrni. Nem baj. Olyan luft volt, bazd meg! Na. Döglik fekszik. Mondom, döglik fekszik. Picsás. Hát igen. Ezt azért kár lett volna itt hagyni. És akár itt le is ülhetünk. Na.
kutyok ellen is kurva jó. Be lehet csatlakoztatni a Esofor után egy heavyt is. Ó, hogy a kurva. Gyere ide. Stormcaller. Ú, ez az, amit Godric is csinál. Az a viharos körző támadás. Az az egyetlen, amiben sose voltam nála biztos, hogy... Ah! El is felejtettem, hogy van nagy. Na nem baj. Nesze. Sebez rá egy. Ha, elég nagyot. És egyáltalán nem is fogyaszt sokat. Triple kill? Ah, triple kill. Jó. Cracked pot. Cracked pot, jó helyes, ezeket gyűjtögessük. Bár az igazán komoly bombákhoz majd nem ez fog kelleni, hanem a ritual pot, de majd olyat is fogunk szerezni, nem egyet. Ide pedig úgy... jutunk el, hogy... Ah, ez vissza fog vinni a... Omen utáni Grace-hez. Így igaz. Ja, hát most konkrétan körbejöttünk. Két dolog van még hátra Godric előtt, amiről én tudok. Bár azért most elég sok részt felfedeztünk a kastélyba, tényleg kurva sokat. Itt... arra kellene figyelni, hogy... itt ne álljatok meg csak az itemnél. Lehet ám itt jönni tovább is. Így-e. Ide? Át? Ja, és plusz egy új irány. Leugrok mindjárt oda. Jó, sőt, tudjuk le. Aha, amúgy is vissza tudunk majd jönni a hülye homokzsákok miatt. Ez is csukjás Benny's Night volt. Oksa. Itt más nem hiszem, hogy van. Jó, vissza tudunk jönni, király. Itt most egyébként arra a részre fogunk jönni, ami itt a Tree Spirit felett van, ahol ilyen denevérek vannak, meg minden gyász. Jó. Hát ide. Aha, most a potos rész felett vagyunk. Csodás, még egy Trinyó Lili, ami ugye kifejezetten ritka, nem is tudom, már talán búsz nálam van. Nem is tudom most fejből, hogy ez mihez jó. Kérem vissza a HP-mat. Ó, van még itt belületek bőven. Oksa, Glass Shard. Hé, Kás! Ne, lökössél, vigyázzál szádra. Viccesek ezek a luftok. Manor Tower Shield. Meg itt van nekünk egy üzenet elvileg, hogy nem sokára megtaláljuk azt, amit keresünk. Igen, igen, amit keresünk, az biztos itt van a közelben, és ezt ráadásul Roger hagyta nekünk. De itt pontosan nem tudom, hogy mi a tökre érti ezt. Hozzá kapcsolódóan egyébként még plusz egy érv, hogy érdemes lemenni az Ulcerated Tree Spirithez. Nem muszáj küzdenetek vele, bár eléggé rohadt nagy akadály lesz, szóval. És ezt itt hogy szedem fel? Oké. Lejjebb már semmi. Értelmes nincs. Na. És itt tudunk most szórakozni a denevéres résszel. Meg persze még egy sorkatot tudunk nyitni, amit legutóbbi végig egyszerűsben szintén kihagytam. Azért jó teljesen földeríteni ezeket a dungeon-öket. Abszolút fasz a rétegelt az egész. Tényleg egy rossz szavam nincs ezekkel kapcsolatban.
Ez ennyi volt. Hoppá, az ötször annyit ad. Ide, oda, elér a... Nem, látjátok, elég szar a range ennek a Glintstone Pebble-nek. Csalók, ahogy majd tudsz izé sorcery-t lőni. Még odáig se ér el. Na, ez érdekes. Nem baj. Hát... Elég innovatív volt. Ja, hogy ezzel úgy lelöktük, hogy poiszt is sikerült törni, király. Meg hát most egyébként az jön, hogy Tree Spirit. Szóval akár mehetünk is. Most meghalunk, akkor könnyen ide tudunk jönni, meg én inkább csak az a 15 ezer rúna, ami egy kicsikét ködösíti az elmémet. De meg fogjuk tudni oldani. Ha nem ütnék... Aha. Légy szíves, anyád faszából is szakíts el ki, jó van? Elég sittes patkányok, bazd meg. Itt lesz viszont majd egy kék... Kék ganaj túró, bár abban most őszintén nem vagyok biztos, hogy az izét ad nekünk. Azt hiszem ez spellt ad, nem... Nem kék flaskát, ha jól emlékszem. Aha, Rancor Call, ez egy Death Sorcery. A Death Birdök, meg a Death Ride... Vagyis hát inkább csak a Death Ride Birdök hadonásznak ilyenekkel. Na hát próbáljuk leszedni ezt a... Most még nem történt semmi a faszkom hatására, azt hittem HP-t tölt. Na. Elég sok HP-je van, izmos a dög. Meg eléggé... férges mozgása van. Erre itt nem is... Persze, nem is értem egyáltalán... Mi a faszomnak próbálok itt... hílelgetni. Nem jó. Hú, ki tudtam kerülni? Na, azaz, szakadjál már össze, te... selejt. Most miért nem tudom kritezni? Ja, megint a feje elmerült a kibaszott betonba. Jó van. Masterpiece, geci. Kurvára masterpiece. De legalább nem mennem elé a... a fele. Az meg tudtam, hogy túl korán... Ah, jó, megdöglött. Azért ez föl volt itt turbózva. De itt már nem lesz ellenfél, tehát biztonságban vagyunk, és itt az a lényeg lent, hogy arról beszéltem még korábban, hogy Godwint, az első halott demigadot, ezt betemették az Erdtree gyökereihez, de mivel ugye a halál rúnájával ölték meg, ezért konkrétan folyamatosan ott oszlik a teste és terjed az Erdtree gyökereiből ugye, és rengeteg helyen ugye ezt a curse markos arcot veszi föl, ez Godwinnak konkrétan az eltorzult ábrázata. Egyébként itt abszolút látszik egy ilyen emberi felsőtest is, meg minden, de ez elvileg egy ilyen módosult Erdtree gyökér. És Roger itt meg is halt egyébként, elkapta a Deathblight-ot, lehet látni. Hana. Ezt itt meg is tudjuk püfölni, meg minden, és egyébként tényleg egy eléggé horrendár látvány. Az egész Deep Root Depths ott a végén eléggé creepy.
Godwinnak eléggé egy szar sors jutott ki, igazából. Mondom, van valami ennek a játéknak a lore-jában, ami olyan... Valami plusz, ami miatt nekem ez jobban tetszik egyszerűen, és még mindig nem tudtam rájönni, hogy mi az. Azt hiszem, erről a hulláról Rogerrel tudunk is itt majd beszélni a Roundtable Holdnál. De konkrétan végeztünk igazából. Én felfedeztem mindent, amit tudtam, szóval lépünk szintet, és jöhet Godric. És azt hiszem, tudjuk fejleszteni a fegyvereinket is. Szóval... Ja, hát mehettem volna egyből a Roundtable-höz, mindegy. Megtehetném azt, hogy most a bökőt húzom már ki 6-osra, de úgyis fogunk még 2-es követ találni, inkább azt is, meg az X-et is nyomjuk ki 5-ösig. Annyink a szem van. Aha, 4. És itt is 4. Jó, oké. Egyelőre ennyi, meg igazából a Misericordét is elkezdhetem húzni majd. 3-osig egyelőre jó lesz. Meg el kéne pakolni az összes szart, ami nem kell nekünk. Azaz például nem. Sőt, igazából már a torcse kell. Úgyhogy van lámpikánk, és legeslegfontosabb, flaska és szint húzás. Oké, most már 3 golden seed kéne, az már nem fog menni. De egyébként azon is gondolkoztam, hogy 6-2 jó lesz. Most már húzunk egy kicsit a HP-n is. Roger az még nincs itt, gondolom. Nincs, majd ha lesz egyik Godricot, akkor kerül ide. Ha jó. Az R3 avatárok szoktak adni izéket, ilyen kristáltíreket, amik ugye buffokat adnak a flaskhoz. Itt ennél az R3-nél nincsen R3 avatár, de ha jól emlékszem, attól függetlenül flask kristáltír van. Ezt ennek utána járok. Hát, hogyha lesz valami hasznosabb buffom Godrichoz már. Az nekem most édes kevés, hogy van plusz egy flaska, amivel a HP-mat félig föl tudom healelni, nekem valami komolyabb kell. Majd szép lassan azért már majd találjuk a jobb cuccokat. Itt körbe azt hiszem, üzék vannak mindenhol a... hát itt is van. Spiked Cracked Tear, Greenspeel Crystal Tear. Na majd nézzük ezek, hogy mit tudnak. A Spike azt hiszem azt tudja, hogy a charge attack-okat boostolja egy ideig. Azt meg úgy is fogjuk majd nyomni, ha a stance-et akarunk törni. Na. Oké, több staminánk van és... ja, charge attack-jaink erősebbek. Hasznos, ezek 3 percig tartanak. Általában a legtöbb ilyen buff az 3 percig tart, szóval nyugodtan buffolhatunk és... Jön a Godric, legszánalmasabb demigod. Ettől függetlenül azért kemény ellenfél. Abba belegondoltatok már, hogy mi lenne, hogyha a sárkányfej helyett egy homárt húzna a kezére a segükennel fogva? Azokat a homárokat, akik a nyálukkal az egész pályán átlőnek. Erről azt hiszem már mém is van. Talán pont onnan jött nálam is az ötlet. Azt hiszem az X-e neki quality-s, a sárkány, amit meg lehet csinálni a lelkéből, az meg ilyen fate-es cucc. Majd a fate build-be azt fogom használni, elég jó esoforja van. A Bear Witness.
majd meglátjuk. Geci! Átugrottam! Na, azaz. Király, király, király. Aha, történik is a fézváltás. Hát itt... meg lehet egy kicsit csapkodni. Egyedül ez a Stormcaller-es támadása az, amivel nem tudok mit kezdeni. Nagyon váratlanul csinálja. Most is össze kéne még rogyasztani. Mondjuk azok után, hogy neki egy egész sárkányfej van a karjára húzva, eléggé szánalmas, hogy mi mit kapunk. A Grafty Dragon cím szóval. Kaphatnánk egy igazi nagy sárkányfejet. Konkrétan csak van egy boxkesztyünk lényegében, ami sárkány mintás. Valra Witness, jó van, ügyes gyerek vagy. Még úgy látszik az előző fészből. Na. Az ott hogy ért el? De... na, egy, kettő. Pont bele, pedig át akartam ugrani. Nagyon szarul időzítettem. Ja, hogy itt mi, ez még egy támadás volt? Piu! Szevasz. Na, ezeket is át lehet ugrani, de ilyen szarul beidőzíteni. Azért ez tehetség kell. Na mindegy. Volt azért olyan nehéz. Ha jól pozícionálsz, mondjuk az RNG függő is egyébként, hogy mikor fogja csinálni ezeket a fújós támadásokat, akkor tök faszán bemászol a hóna alá, az be tudsz vinni egy-két nagyobb ütést is, az meg azért, hogy óriási fegyvertény. Na. Toljuk ki a strength-et 30-ig. Vagy 31-ig. Annyi kell azt hiszem a Greatsword-hoz, bár... egy kézben nem nagyon fogom használni, de jobb, hogyha megvan statkövetelmény. Utána meg akkor Vigor Endurance. És majd aztán szép lassan az intet is el kell kezdeni húzni egy kicsikét, mert jönnek majd ám azok a fegyverek, amiknek van int követelményük is. Lásd, Meteoric Core Blade majd, Star Scourge Greatsword. Vagy akár a Rosus Izex. Na, tapossad csak a nevembe egyébként. Jó, készevasz. De, azt csinálsz, amit akarsz, igazából pont leszarom. Na. És innen is igazából Liurniába jutunk el. Ez a trónszoba azért érdekes lesz, mert a Nefeli quest az majd itt fog végződni, és arra még nem is beszéltem, hogy ha ott az Esofor fölött mutatja azt a sárga kört, az azt jelzi, hogy egy olyan területen vagy, hogy nem használsz fegyvert. Egy tökéletes biztonsági mechanizmus, hogy ne ölje meg ártatlan NPC-ket. Például a Roundtable Hold-ba, meg egyéb helyeken. Na, itt már, ez már nem védett terület, itt már lehet használni fegyvert. És itt az a lényeg, hogy... van itt lent alul egy Shabriri Grape, mit oda kell adnunk majd a vakcsajnak. Még kettő másik ilyet oda kell neki adni. Aztán a legvégén egy fingerprint grape-et, de mindet tudom, hogy hol van, szóval nem lesz gond. De mondom, ennek a csajnak itt a questjét, az indítja be, hogy a másik vakcsajtól a levelet a Weeping Peninsulán átvettük.
addig ő nem lesz itt. Hello, my name is Hayata. If I might be so, would you donate any shabriri? My eyesight has been weak, so when I eat, it will. Shabriri az a vakság zsidó démona. Nézzetek utána. Now I can feel the distance. Nem pejoratív értelemben mondtam. You are most kindly the blessing of the thing. You are most kindly the blessing of the. A következő hely, ahol ő lesz, az itt lesz valahol alul, itt a Purified Ruins-nál, pont ahol a következő Shabriri Grape-et megtaláljuk, utána majd itt a hídnál. A harmadik Shabriri Grape-et majd úgy tudjuk neki odaadni, hogy itt a túloldalon a másik csajnak az apja beinvédel majd minket. A negyediket, a Fingerprint Grape-et, azt meg majd itt a Bellum Church-nél tudjuk neki odaadni, amit majd itt a Church of Inhibition-nél tudunk megszerezni. Ez a Mogwin Early Access miatt is egy rohadt hasznos, rohadt kulcsfontosságú helyét. Mit akartam még? Beszéljünk a szabónkkal. Miért csak egy armort hozott föl nála, amikor kaptunk itt egy Banish Knight helmet is? Ám jó lesz nekünk a Kaiden. A stíl a lényeg, semmi más. Ezt ne felejtsétek el. Na, és most, hogy ezzel igazából megvagyunk, hát be kéne bikázni a rúnát, meg előtte vegyünk át pár jutalmat, úgyhogy Godric most már megpusztult, például a kokáért. Már kinyílt a roundtable-nek a belső ajtaja is. Meg itt van Nefeli. You again. I thought you'd receive us some. Nefeli Lou, I'm glad to see you. I found it in Godric's graft. You were the one to make good use of. I don't intend to make. Arsenal Charm, király. Yes, I wonder if you've met my. He's in his study. If you haven't already, father is, I'm sure, talking to him. It's about time. I'll see you again. It's about. I'll see you again, warrior. Jó, majd beszélünk Gideonnal is. De most már egyébként akkor az újakkal is kéne beszélni. Illetve itt van Roger is most már. Ő már félig így haldoklik, ott látszik a Deadbite a takaró alatt. Legyőztük Godricot. Megkaptuk a répérjét. Nem csak az, hogy ez is plusz 8, hanem van rajta egy hasonló jó SO4, mint a Glintstone Pebble. Ez a Carrion Glintblade lesz, azt hiszem. Magad köré idéz 4 ilyen kis tőröcskét, és abból is lehet csinálni ezt a szúrást. Majd utána a tőrök is így belehatolnak az ellenfélbe, és az is elég durva staggert csinál, tehát stance-törésre kurva jó. It happened during the Golden Age. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malekith, the Black Blade, and on a bitter night, murdered. That was the first recorded death, and it became the catalyst. I once wished to become a scholar. You see, the world has grown crooked. You'd better understand what happened, and that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Ah. D is an old. We found ourselves journeying together for it, but our paths have since. No, that's hardly an uncommon. D was telling me that he discovered the mark of the centipede. Ja, igen. D-nél van annak a százlábú alakú ilyen átokjegynek az egyik fele. Az elvileg akkor Godwiné, mert a másik fele az ugye Ranni hulláján van. Azt meg majd később fogjuk tudni megtalálni. Egyébként Roger questjéhez tartozik az is, hogy szerezzük meg Raninak a curse markját, de sajnos pont meghal, mire megszerezzük, eléggé keserédes. Meg beszélhetünk fiával is. Ha minden igaz, lassan most már odaadja nekünk azt a térképet, ami a Black Knife Catacombshoz vezet. Ahol nem csak ennek a törnek a kék párját találjuk meg, hanem a Black Knife printet is, amit Rogernek kell majd odaadni. Ha fölhozza azt az opciót, hogy Tolkien Secret. Tudja a Bray. Aha. Roger arról is beszélt, hogy egyébként Godwin halála volt a kataliszt a háborúhoz, tehát Godwin halála miatt törte valószínűleg szét Marika az Elden Ringet haragjába, vagy nem tudom.
Aha, knife print clue. Mutatom is, hogy hol van. Hát eléggé szegényes rajzocska, de pont elég. Ide mutat. Itt van Liurniában az Air Tree, itt van az a torony, és itt a szorosban van lent a katakomba. Ott két boss is lesz. Az egyik azt hiszem egy ilyen Cemetery Shade, a másik viszont egy Black Knife Assassin. Eléggé kis helyen kell vele küzdeni, de az szerintem megoldható. És... hát, bikázzuk be Godricnak a rúnáját. Ó, na itt ez szopó egy rész lesz, hogy egyszerre föl kell majd három gólem. Egyébként az ő fegyverüket is szándékomban áll megszerezni, ez is egy Colossal Weapon. Azt ott, amit éppen fog. Jó lenne minél hamarabb belintézni. Mindjárt az IASZ is, bazeg. Ah, szerencsére döglik. Geci is kidobta! Ne szopassál! Hogy nyaljál meg. Ezt érdemlem. Na, hogy fogom kikerülni ezt a rohadtnyilat? Ah, jó, oké. Az ilyen hullahalmok azok. Azok valamilyen szinten megvédenek minket. Mennyi kell ehhez? 36 strength. Ohó! Zsírkirály! Ezt még amúgy sem használtam, ezt a fegyvert. Majd erre rápattintom a Lion's Claw-t, a Artorias Szaltót, amit egyébként Greatswordokra szoktam. De úgy is lehet majd duplikálni a Shofford, szóval... szíves. Anyáddal talicskázzál. Hát nem igaz, hogy mellébe egy... Na. Na, topalábú mindenedet dögölj már meg, aztán húzz az utamból. Amúgy ezt még egész olcsón megúsztuk. Hát ezt nem gondoltam volna, hogy... Jaj. Úgy lehet még trükközni ezzel az úriemberrel, hogy itt a romokat használjuk kifedezéknek. Ha minden igaz, fölfogja. Utána pedig az oszlopot. Ilyen szögből érdemes megközelíteni, azt akkor jók vagyunk. Csak nem megy az oszlophoz túl közel, mert akkor a nyílnak az éjúj, az el fog kapni, és akkor igazából adtál a szardak egy pofont. Az szerencse, hogy teljesen maga alá nem tudja belőni. Egy Charged Heavy, meg egy teljes Glintstone Pebble. Durva. Durva annak a cusznak is a képessége. Great Arrow. Már azt hittem a Great Bow-t is kidobja. De olyan szerencség nincsen. Megnézem már meg egy pillanatra ezt. Milyen movesetet van? Charge Forth? Ah, ezt. Ez mind. Nyomba is lehet tartani. Á, roll catch-re jó, de amúgy meg. Ó, jó nagy dög. Heavy. Aha, charge-olva ez milyen. Ugrós light. Rohanós light. Rohanós heavy. Ó, de lassú. Gugolásból. Ó, ez elég gyors. Ezt így lehet majd nyomni. Na, örülök, hogy ez a fegyver kiesett. Határozottan nem számítottam rá. Azt viszont nem tudom, hogy ez Somberstone kell-e, vagy... sima. Somber, akkor már most elkezdhetjük power-upolni egyébként. Bár... hülye vagyok, hát ennek lehet módosítani az esoforját, ehhez biztos, hogy sima kell. De ez azt hiszem, vagy as, vagy esses egyébként heavy-be, szóval... határozottan jó. Viszont a Storm Assault-ot biztos, hogy nem tudjuk erre rárakni. Nincs az Isten. Az úgy OP lenne, de majd megnézzük. Megnézzük, hogy Colossal Weapon-ökre mit lehet rakni. Általában azokra lehet a legkevesebb Beshoffort rakni, de azért arra is vannak jók. Milyen típusú damage-et csinál? Standard Pierce, Standard Pierce, hát oké, ezeket szépen lefettük már. Most már valami Strike kell. Majd a Great Stars, meg a Giant Crusher, azok lesznek a go-to fegyvereim, hogy a strike damage kell.
Slashnek, meg ott lesznek majd a görbekardok, illetve a Meteoric Oreblade. Az egy nagyon-nagyon jó katana. Ha strength buildet futtattok egy kis intelligenciával, azt mindenféleképpen használjátok, ilyen egyedi heavy attack-ei vannak, ilyen fentről lefele suhintós kétkezes Ichimonji technikával a Sekiroból, és alapvetően több poise damage-et csinál, mint a többi katana, szóval tudom ajánlani. És annak is gravitas az esóforja, csak nem lehet megváltoztatni. Eléggé alap, de a célnak megfelel. Én nagyon szeretem azt a fegyvert. Pláne, hogy a gravitas után lehet csinálni az Ichimonji heavy-t, és ez kurva jól is néz ki. Meg eléggé hatékony. Itt nem tudom, kinyökög egyébként, de befoghatná a pofáját, mert idegesít. Jó, megvan. És most már... pakoljunk HP-ra egy kicsit, még megnézem, hogy van-e rúnám fölösbe, amit tudok fordítani szintlépésre. Kb. Egy 10-es kéne. És akkor még egyet nyomunk a HP-ra. Oké, tökéletes. Na jó, szóval következő részben innen fogjuk folytatni, addig is köszönöm szépen a figyelmet, és sziasztok!